Sportmagazin. A heti sportás a Jenei Trade Kft. Támogatásával. Kettőből kettő. Idegenben és hazai salakon is győzött a Halasi Teniszklub csapata az OB2-ben. A Kalocsai KC nyerte a Pikó kupát. A bajnoki rajtra készülő UKSC a harmadik helyen végzett. Harmadosztályú vereség. 11-esek, piros lapok után a vendégek vitték el a 3 pontot Halastól. Derűs kora őszi estét kívánok a Sportmagazin minden kedves nézőjének. Kedv van, így mint az elmúlt 20 évben mindig, összefoglalót láthatnak városunk elmúlt napjainak sportéletéből. Lesz második ligás tenisz, NB2-es felkészülési kézilabdatorna és megyei harmadosztályú labdarúgás is. Vendégünk Demeter József, a Kiskunhalasi UKSC elnöke lesz. Figyeljenek ma is ránk! A nyári szünet után a hétvégén folytatódott a másodosztályú tenisz csapatbajnokság. Tavaly 100%-os teljesítmény nyújtva megnyerte a harmadosztályú bajnokságát a Halasi Egylet, sőt tavasszal, már egy ligával feljebb is, messze erőn felül teljesítettek a mieink. Most azonban páratlan sérülés hullám okoz bonyodalmat a bajnoki találkozókon. Szombaton nagyszerű idegenbeli győzelmet aratott Gyulán a Halasi Teniszklub másodosztályú csapata, és ez biztató előjelnek ígérkezett a vasárnapi rangadó előtt. Nagy reményekkel indulunk az őszi fordulóknak. Úgy néz ki, hogy a tavaszi fordulókat azt úgy zártuk, hogy harmadik helyen, viszont olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az első helyzetet azt megvertük, a Vasarétet. És hogyha most az idén minden meccset megnyerünk, akkor osztályozóval esetleg följuthatunk az első osztályba. Úgyhogy nagy reményekkel vagyunk az őszi fordulók előtt. Jó formában vannak a játékosok, viszont van egy-két sérülés, ami nehezíti a jó játékot és az eredményességet. Sajnos az egyik meghatározó játékosunk, a Teodor, a Taskós Teodor, az megsérült egy edzésen. Neki egy hosszabb kihagyásra van szüksége, próbál játszani, ahogy bírja. Tegnap az egyik játékosunk Gyulán ugyancsak megsérült, neki most az egyik barátunk Garda Zsanikó rögzítette a bokáját, hogy tudjon játszani. Ma is egy fontos mérkőzésünk van, az Unikesével játszunk, aki otthon, ők megvertek bennünket, egy sajnálatos mérkőzés, amit hozni kellett, van, most szeretnénk visszavágni nekik. Egyébként a játékosok mindent megtesznek annak érdekében, hogy az eredményeket tudjuk hozni, edzenek és jó formában vannak. A fővárosi Unik Ese hasonló játékerőt képvisel, mint a Halasi együttes. Természetesen a játék a legfontosabb, szeretnénk nyerni. Valamivel gyengébben állunk föl, mint tavasszal. Mindenki sérülések, meg egy-egy családi probléma van. Csapatunk jó része családos ember, úgyhogy nem mindig úgy tudnak rendelkezésünkre állni kell, de hát mi mindent meg fogunk tenni a győzelemért, ezért jövünk. Nagyon jó csapat a Halasi, tavasszal is csak éppen egy-egy ponton múlott az utolsó meccsen, hogy mi nyertünk, akár fordítva is lehetett volna. Mi szeretjük a szoros mérkőzéseket, többet hoz ki az emberből. Jó meccsnek nézünk elébe szerintem. A HTC a közelmúltban erősített a játékos állományon. A nagy rutinnal és tudással rendelkező Kocka Gergő rengeteget tud segíteni a Halasi csapatnak. Az egyik itt játszó klubtagnak vagyok a kollégája Budapestről, és megkeresett, hogy mi lenne, ha itt játszanék a következő szezonban másodosztályban. Igent mondtam, megismertem a játékosokat, a vezetőséget, nagyon kedves, aranyos mindenki, korrektek. Remélem, hogy feljutunk. Én bízom benne, mert a csapatszellem rendben van, a fiatalok jók, kiegészültünk egy külföldi játékossal, úgyhogy bízom benne, hogy jövőre a Halas első osztályú lesz. Nagyon izgalmasan alakult a ki-ki mérkőzés. Tényleg csak nüanszok döntöttek egy-egy játszma sorsáról. Végül aztán a hazai csapat örülhetett.
Halasi Teniszklub unikese 5-4. Ezzel a sikerrel a halasiak hétvégi mérlege 2-ből 2. Rangadót játszottak a megyei harmadosztályú labdarúgó bajnokságban is. A halasiak a rutinos játékosokkal felálló Vadkert FC ellen léptek pályára. A focisták jól ismerték egymást, így nagy küzdelem alakult ki, amelyet két büntető és két piros lap is színesített. A három pont viszont Solt Vadkertre került. Nem csak a megyei első osztályban van Kiskunhalas Solt Vadkert foci rangadó. A megyei harmadik ligában szereplő KFC 2 Spartacus és a Vadkert FC összecsapása is mindig kiemelt figyelmet érdemel. Ezúttal esős, borongós időben léptek pályára a csapatok, a hazaiak minimális cserével. De legalább ott lehetett a pályán Vili, aki a 11. percben komoly helyzetbe is került. A csikosmezes vendégek is igyekeztek veszélyeztetni, de az első 45 percben inkább a mezőnyben folyt a játék. A szünet után viszont felgyorsultak az események. A KFC-ben is megfordult Font Norbert egészséges lövése jelentette az első feljegyezni valót, majd Schissler sértette meg a halasiak játékosát Willit, ezért piros lapot kapott. Ez egyébként a vadkertieket paprikázta fel jobban, és a 60. percben megszerezték a vezetést. Font kapufája után történt egy szabálytalanság, a büntetőt pedig értékesítették a vendégek. A folytatásban is veszélyesebb volt a vizitáló csapat, mégis a Spari egyenlíthetett volna, ha ki nem marad a büntető. KFC 2 Spartacus Vadkert FC 0-1. Megmondom őszintén, hogy nagyon fáradt a csapat, mert ilyen szüreti bál, meg mit tudom, ezek a gyerekek elmennek, nagyon amatőrök, edzésre alig járnak, és én még így is nagyon örülök, hogy ennyit bírtak futni, és ennyit bírnak játszani. És az utóbbi időben meg egész jó játszottunk, és nyertünk olyan helyeken, ahol nem is gondoltam, hogy nyerni fogunk. Szerinted mi volt ma a döntő a Vadkert javára ezen a meccsen? Véleményem szerint azért több rutinos játékos van a mi csapatunkban, de hát ugye 47 év, meg 46 évesek ezek a játékosok, és én úgy gondolom, hogy azért megtettek mindent a győzelem érdekében. Az olaszországi Majánóban rendezett nemzetközi utánpótlás atlétikai viadalon a halasi Jeremiás Donát 100 méteres gátfutásban 13.94-jel a harmadik helyen végzett. Az NB2-es utánpótlás labdarúgó bajnokságban az U17-eseknél Békés Csaba, Szilárd RFC 4-1, a halasi találatot Plichta Dominik jegyezte. Az U19-eseknél megszerezte első pontját a Halas, Békés Csaba, Szilárd RFC 1-1. Ezen a találkozón Honfi Benedek volt eredményes. A megyei első osztályú bajnokságban Kecskemét Kiskunhalas 3-0, az ifjúságiaknál szintén 3-0. Nézzük most képes rövid híreinket. Augusztus közepén kétszer is a dobogóra állhatott Györfi Alen, városunk egyetlen Európa-bajnok motorosa a Hungaroringen. Most azonban minden eddiginél nagyobb a tét a számára. A hétvégén Dunaszerdahelyre, a Szlovákia ringre utazik a klasszis versenyző, az Alpok Adria sorozat záró fordulójára. Legnagyobb vetélytársa Juhász Dávid mindössze egy ponttal áll Alen előtt az összesített pontversenyben, így óriási párharc várható a sorozat finisében. Alen mindenképpen nyerni akar, reméljük a dobogó tetején látjuk a kontinens bajnok motorost. Szombaton és vasárnap a Csipke Hotel adott otthont a rejtvényfejtők országos egyéni és csapatbajnokságának. A nevezői létszám minden korábbi rekordot megdöntött, ugyanis majdnem 100-an ültek asztalhoz. Az egyéni versengésben a különböző kategóriákban Horváth Dávid, Novák Szabolcs, Barna Viktor és Sincel Helga győzött. Csapatban a halasi dr. Búza Mártát is soraiban tudó gárda ezüstérmet érdemel. Szombaton délután rendezték a 8. halasi hetek nyílt darts versenyt Vlasic Zoltán főszervező irányításával. Az 501 dupla kiszálló versenyszámban végül Balkó István győzött Fuchs Roland előtt. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára Darányi Zoltán állhatott. Külön díjban részesült Fuchs Roland és Ecker Noémi. Két hét múlva elrajtol az NB2-es férfi kézilabda bajnokság.
A kiskunhalasi UKSC a felkészülés finisében két hazai rendezésű tornán is felmérhette pillanatnyi formáját. Szombaton és vasárnap is hazai és külföldi csapatokkal meccselt a Pajcs legénység. A kupa névadója a legendás testnevelő edző Horváth István Pikó volt. Pikó kupa a névadóról elnevezett sportcsarnokban. Természetesen a legendás testnevelő családtagjai is részt vettek az ünnepélyes megnyitón, majd elkezdődött a négy csapatos torna. A halasiak elsőként az MB2-es újonc Bajával találkoztak. A mi csapatunk az újoncként fog szerepelni a másodosztályú kézilabda bajnokságban. A halasiakkal már korábban is egy jó kapcsolatunk volt a Pajcs Robiékkal, illetve a játékosok között is egy nagyon jó együttműködés volt. Így kerestek meg bennünket ezzel a tornával kapcsolatban. Nagyon szívesen jöttünk, mert a felkészülésünknek egy hasznos állomása lesz ez. Én azt várom, hogy összekovácsolódik a csapat, megmérettetik a csapatunk úgymond verseny körülmények között is, és tisztes helytállást várok. Nyilván a jelenlevő csapatoknak nagyobb másodosztályú tapasztalatuk van, esetenként a játékos állományok is erősebb, de ettől függetlenül szeretnénk helytállni tisztességgel. Az UKSC is több újoncot avatott. Vadkerti Tóth Attila mellett Fülöp József is visszaigazolt Halastra. Kicsit izgatott vagyok, rég játszottam ezekkel a srácokkal, de ez egyértelmű, hogy jó érzésekkel tértem vissza. Kiskumajsán töltöttem el 3 évet, és egyáltalán nem haragba váltam el, de megkeresett Demeter József, és igen, mondtam megkeresésére. Mit vársz magadtól, és mit vársz a csapattól, az új csapattól, az UKSZ-től ebben a szezonban? Mindenképpen úgy gondolom, hogy hosszú távra terveznek, és ez is volt az egyik döntő ok, amiért visszajöttem. Fiatalos a csapat, nem feltétlen csak erre a szezonra vannak célkitűzések, hanem hosszabb távokra is, és ahol tudok, segítek a csapatnak. Halasi szempontból jól indult a mérkőzés, de aztán feljavult a baja, és át is vette a játék irányítását. Pancs Robert rögtön időt is kért. Nem lehet behátrálni. Ott elszámolod, kész. Oda fognak járni hozzád lőni. A zavaró a legerősebb láncem ebbe az éve védekezésbe. Szedjük már össze egy kicsit. Az elején bírtuk 3 percet. El is mentük 4-0-ra vagy 4-1-re. Utána, Vati, ne kontrázz állandóan vissza. Még akkor is, hogy látod, ott van 2 az álló. Tedd tovább, ott a hely. A szünetben a halasi csapat legfiatalabb tagját, Juhász Hédit köszöntötték, aki sok-sok UKSC győzelemről álmodott a sarokban. A parketten pedig a fordulás után is végig vezetett a pirosmezes gárda, de a legvégére sikerült egyenlítenie a sárgáknak, így büntetők döntötték el a találkozó sorsát. Ebből a dunapartiak kerültek ki győztesen. Következett a Kalocsa Székely-Udvarhely derbi. Kiskunhalassal nagyon jó a kapcsolatunk, a szakmai kapcsolatunk. Sok edzőmérkőzést játszunk egymás ellen. Az első fordulót a székelyudvarhelyi öregfiúkkal játszuk, azt mindenképpen szeretnénk megnyerni. Ez az újonc baja nagyon szépen erősített, egy nagyon jó megyei csapat lett az MB2-es mezőnybe. Azt sajnálom, hogy a Halas átment a másik csoportba, de mint mondtam, továbbra is ápoljuk a kapcsolatainkat. Hát mi örömmel fogadtuk a meghívást, nagyon jó érzéssel jöttünk, azért jöttünk, hogy mozogjunk, játszodjunk. Szeretjük ezt a sportot, és ezzel a sportén mindent megcsinálunk, hogy tudjuk, amíg bírjuk, addig tudjuk folytatni. Hogyan tudjuk fölvenni a versenyt a többi csapattal, hiszen ti egy pár esztendővel idősebbek vagytok? Hát igen, mondtam is, én annyi idős vagyok, mint sokan hány kilós. Tehát megpróbálunk játszani, megpróbálunk helytállni, mi öregesen fogunk játszani, főleg a védekezésben tudunk mi többet nyújtani, mint a fiatalok. Nem vagyunk annyira gyorsak, nem vagyunk annyira felkészülve, de remélem, hogy méltó ellenfelek leszünk mindenkinek. A várakozásoknak megfelelően a tavalyi bajnok Kalocsai KC nyerte a Pikó kupát. A második helyen a baja, a harmadikon a Kiskunhalas zárt. Kedves nézők, a folytatásban is maradunk a kézilabdánál és a kiskunhalasi UKSC-nél. Itt van velünk Demeter József, a klub elnöke. Jó estét kívánok, szia Józsi! Jó estét kívánok, szervusz! Két nagyon magas színvonalú tornát rendeztetek a hétvégén. Te hogyan voltál megelégedve a csapattal, illetve a színvonallal? Hát érdekes módon a vasárnapi mérkőzésünk, miért Apatin ellen vívtunk,
Azt a mérkőzést értékelem talán a leghasznosabbnak, ugyanis addigra beért az alapozás, beért az előző héten is Félegyházán voltunk, egy tornán, ott is játszottunk 4 mérkőzést. Beértek ezek a mérkőzések, és talán higgadtan, nyugodtan, egy jóval erősebb csapat ellen ugyan, de egy nagyon szép játékot produkált a csapat. A szombati mérkőzések esetében Kalocsát ugye ismerjük nagyon jól, velük nemrégen játszottunk 1-2 héttel ezelőtt edzőmérkőzést is. A Baja viszont egy teljes meglepetés volt, tehát a bajai csapat nyerte tavaly a megyebajnokságot, bejutott az NB2-be, és a kieső Kecskemétből a szerb játékosokat leigazolta, ami nekünk meglepetés volt. Egy nagyon-nagyon szép ötletes játékkal készültek erre a tornára is, és egy nagyon jó mérkőzést játszottunk velük is. Tehát összességében nagyon hasznosnak értékelem a mindkét napi eseményeket. Úgy tűnt a számomra, és ez nagyon-nagyon szokatlan a felkészülés a tornák esetében, legalábbis amiket én tapasztaltam, láttam, érzékeltem az eddigi évtizedekben, hogy nagyon-nagyon erős csapatokat hívtatok meg. Általában az szokott lenni, hogy inkább azonos képességű, azonos tudású, azonos helyezésű, vagy inkább gyengébeket. Itt nagyon-nagyon kemény csapatok voltak a hétvégén. Hát ismerve a játékosainkat, és ismerve azt a szellemet, amiben mi csapatunk játszik, azt gondoljuk, hogy nekünk erősebb ellenfelek ellen kell gyakorolni. A gyöngébb ellenfelek ellen elkönnyelműsködjük a játékot, nem az összjátékra, nem a közös játékra koncentrálunk, hanem egyénieskednek a fiúk. Így viszont rákényszerülnek arra, hogy ha nem akarunk csúfos vereséget szenvedni, akkor azért együtt kell, hogy dolgozzunk, együtt működjünk. Talán ez az oka, de egyébként is valahogy ez nem tudatosan alakult így, ez valahogy így jött össze. Itt vagyunk a felkészülés legesleg végén, jövő hétvégén, ha jól emlékszem, vasárnap 20-án. Makón játszik a kiskunhalasi UKSC az őszi idény első mérkőzését, rangadóját játsza, és gondolom többen fölkapják a fejüket itt a kedves nézők között, hogy Makó, hogy kerül a Makó az asztalra, vagy a csizma az asztalra, vagy az UKSC a Makóra. Hogyan történt, mi ez a változás? Hát mi is nagyon meglepődtünk júniusban, amikor a csoportbeosztásokat megláttuk, ugyanis az évek óta jól megszokott délnyugati csoport helyett a délkeleti csoportba kerültünk vissza, mert valamikor is ott játszott a Kiskunhalas. És így gyakorlatilag most újoncok vagyunk ismételten az NB2-ben, hát egy csapatot se ismerünk. Tehát most már ismerjük a Kiskunfélegyházát, ellenük játszottunk fölkészülési tornán, de gyakorlatilag teljes rejtvény az egész. Kilométerben ugyanannyit utazunk, mint a délnyugati csoportban, Hajdúszoboszlón fogjuk eltölteni az egyik kellemes hétvégénket például. Tehát nem igazán értettük először, hogy mi motiválja a szövetséget, és természetesen reklamáltunk, és a versenybizottság elnöke tájékoztatott, hogy Bács megyéből Baja, Tolna megyéből Dunaföldvár került be NB2-be megyebajnokként, és hát természetes, hogy ebben az esetben nem Dunaföldvár fog a délkeleti csoportba utazni meg Baja, hanem őket a délnyugati csoportba sorolták be, és hát Kiskörösi és Kiskunhalas a vesztese ennek az átsorolgatásnak, mi megyünk délkeletre. Tehát ez a tény, ebben nem lehet változtatni, megfelesleges, hiszen jövő héten már kezdődik a bajnokság, de a nyár folyamán, illetve itt augusztusban azért változott a halasi csapat játékos állománya. Jöttek néhányan, ha jól emlékszem, éppen 3-an, Fülöp Józsi az előbb nyilatkozott, Vadkerti Tóth Attila komoly erősítés lehet átlövő poszton, és Erdély Ádám is itt van szélsőként, balkezes poszton. De hogyan érzékeled, hogyan realizálódtak ezek az erősítések, mondjuk így, mennyiben tudnak hasznára lenni ők a csapatnak? Mindenképpen örülök nagyon, hogy végre hazatérnek a fiúk. Annak nem annyira örülök, hogy Kiskuma is sajnos kiesett a NB2-ből, és ők most megye bajnokságba mérik meg magukat. Azt hiszem, hogy új egyesületet is alakítottak valami keveredés folytán. Annak viszont ismétlem, hogy nagyon örülök, hogy hazatértek a fiúk, és hát nagy örömmel vettük, hogy jelentkeznek játékra. Pontosabban Fülöp Józsit én kértem meg, mert személyiségét is és adottságait, tehetségét is ismerve úgy gondoltam, hogy rá szüksége van a csapatnak. Főleg védekezésben, igen. De Ádám is egy nagy meglepetés, Erdélyi Ádám, ő a testnevelési főiskolára jár,
egy kiváló OSB, azt hiszem második helyezést ért el a csapatunk rájátszás során, amelynek ő tagja volt, és utána nagy bánatunkra labdarúgást MF választotta. Igen. És de közben a főiskolán az egyetemen most kézilabdázott, és ismételten beleszeretett, hála jó Istennek ebbe a sportba, és ő, ahogyan most a felkészülési tornákon játszik a csapattal, csapattagjaként, úgy tűnik, hogy nem is sokat felejtett ebből a játékból, hál' Istennek, úgyhogy van egy nagyon-nagyon ügyes, tehetséges bal szélsőnk. Változik-e még esetleg a keret? Jobb szélsőnk, bocsánat, balkezes, jobb szélsőnk. Igen, balkezes, persze. Változik esetleg a keret, vagy most már lezártátok ezt az átigazolási időszakot? Nem változik most már a keret. A tavaly nálunk vendégeskedő szabadkai fiúknak megköszöntük a játékot, és úgy gondoltuk, hogy halasi nevelésű, saját nevelésű játékosainkat játszatjuk inkább, nekik adunk lehetőséget. Így például nagyon számítunk Tóth Pistire, aki nagyon tehetséges, beállós a junior csapatnak. A tavalyi évben sérült volt, de most már kiheverte. Az alapozást végigcsinálta, az edzőmérkőzéseken jól teljesített, tehát őrá nagy feladat beállós fog hárulni a következő évben. Tanádám nyugdíjba ment a juniorból, ugye? Tehát őrá is nagy szükségünk van, és a bal szélen Mátéval meg fogja oldani a feladatot, Pecséri Mátéval. Tehát én azt hiszem, hogy inkább ez a fiatalítás az, ami jót fog nekünk tenni, és hát továbbra is arra számítunk, hogy még esetleg a kallódó halasi fiaink hazatérnek. Vakrepülés, ha lehet így fogalmazni, mert mint a délkeleti csoport, azt mondta, talán egy csapatot, illetve a Kőröst még ismeritek a Félegyháza mellett. Igen. Őt ismeritek, de a többiről tudtok-e valamit, vagy tudtok-e valami információt beszerezni? Pajsóbival azt beszélgettük, hogy ő úgy tudja, hogy ez egy keményebb, fizikailag keményebb bajnokság, és talán kevésbé technikás. Te mit tudsz erről az egészről? Hát a régi idők emléke azért úgy él bennem, hogy ők ez a délkeleti csoport durva, kemény játékot játszanak. Itt a békési legények elég érdekesen állnak a kézilabdához. Abban az időben, amikor mi délkeleten játszottunk, akkor sok gond volt a békés megyei, Csongrád megyei játékvezetéssel is. Ez a garnitúra kiöregedett, a fiatalok viszont fantasztikusan ügyesek, tehetségesek. Éppen most a felkészülési tornánkon egy szegedi páros fújta végig a mérkőzéseket. Most itt ünnepelte a 20. életévét, vagy születésnapját az egyikőjük. Ügyesek, nagyon jó fölkészültek, és hát ez a lendület, ez remélem, hogy azért átsegíti a játékvezetést is majd egy kicsit azen a nyugdíjas szemléleten, ami az utóbbi időszakban jellemző volt rájuk is. Tehát igazándiból úgy, ahogy mondod, hogy ez egy mélyrepülés, meglátjuk. Reméljük, hogy nem mélyrepülés, azt mondod, vakrepülés. Vagy vakrepülés, mélyrepülést, azt igen, azt meg fogjuk előzni. Nem tudom, most Makóra fogunk utazni, ott kezdjük a bajnokságot. Makó meg akarja nyerni, az MB2-t úgy tudjuk, Félegyháza szintén meg akarja nyerni. Meglepődnék, hogyha nem lenne még egy-két csapat, aki szintén meg akarja nyerni. Azon még végképp meglepődnék, hogyha lenne a csoportban olyan csapat, amelyik nem szeretne dobogon végezni. Úgyhogy egy kiéletett, kemény harcra készülünk. Józsi, egy percünk van hátra. Azt már közöltük, hogy 20-án ugye Makon kezd az UKSC. Mikor lesz az első hazai találkozó? Kit fogadunk? És mire számíthatnak a szurkolók? Bibó, AMK? 26-án játszunk ide, a Kunszentmárton ellen. Minden mérkőzésünk a Bibó gimnáziumban lesz, oda sikerült berendezkednünk, az eredményjelzőnket ott szereltük be fixre, tehát meg valahogy úgy otthonosabb nekünk a kis tornacsarnok, mint az AMK, de az AMK-ba is azért jelen vagyunk. Legkorábban 18-án fogunk bemutatkozni hazai rendezésű utánpótlás fordulóval. Megkezdődött a gyermekbajnokság is, ebbe az egy percbe gyorsan hagyd mondjam, hogy 8 gyermekcsapatunk is pályára lép, illetve bajnokságot kezd egy-két héten belül. És hát ezek közül most az U12-es fiúk fognak rendezni tornát 18-án az AMK-ba.
oda is, és hát 26-án a Bibóba is sok szeretettel várunk minden érdeklődőt. Köszönöm szépen a tájékoztatást, nagyon sok sikert kívánok az OKSZ-nek, és személy szerint neked is természetesen. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Kedves nézők, műsorunk végén néhány programot ajánlok az önök figyelmébe. Pénteken délután rendezik a belvárosban a 25. Halasi Szüreti utcai futóversenyt, amely egyben a 7. Kis Roland emlékverseny is. Az első futamot a szervezők a kocogóknak szánják, a táv 2000 méter lesz, és pontosan 17 órakor rajtul ez a mező. 17:30-kor már a Kis Roland emlékverseny keretében 8000 méteres táv lesz nagyon komoly pénzdíjakért. A női és a férfi győztes például 25-25 ezer forinttal gazdagodik. Az ünnepélyes eredményhirdetés szintén a főtéren 18:40-kor lesz. Egy nappal később szombaton 16:30-kor a Városi Sportpályán a Vaddikor Kiskunhalasi FC a Soltvadkert együttesét látja vendégül a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság keretében. A 13-án vasárnap 11 órakor kezdődik a Halasi Teniszklub Pasarét Teniszklub másodosztályú bajnoki rangadó a HTC salakjain. Kedves nézőink, én munkatársaim nevében is megköszönöm ma esti kitüntető figyelmüket, további jó televíziónézést kívánok, a viszontlátásra!